egyáltalán ez a bemutatkozás így értelmes volt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban néhány nagyon szép borítót fogok megszemlélni. Körülbelül még a csatorna indulásakor valamikor egy ilyen kedvenc borítók videóm, és arra gondoltam, hogy azóta eltelt 3 év, szóval lett azóta pár új, nagyon szép borító a polcomon, úgyhogy összeszedtem párat ebbe a mai videóba, amit most nektek is megmutatok, és azért is gondoltam, hogy ez egy tök jó téma lenne így március tavasz elejére, mert hogy tavasz, nyílnak a virágok, újraéled minden. Én egyébként nagyon szeretem a tavaszt, mert a kertünk akkor konkrétan a szivárvány minden színében van ott virág. Nagyon szép, az a lényeg, és mivel most már így a tél után az ember egy kicsit vár egy kis színt, melegséget, szép borítókkal fogom ezt én most szimbolizálni, hogy várom a tavaszt, és ezekkel szeretném így kicsit ezt a szürkeséget színesíteni. Mert ezek nagyon szép borítók, és nagyon imádom őket. És úgy fogom mutogatni, ahogy most sorban nálam van. Az első Catherine Ardentől a Medve és a Csalogány, most az első részt hoztam ide, és egyébként a másodikat most nem tudtam volna mutogatni, de az körülbelül kb. Videó közben fog megérkezni. Szóval ez a borító refokuszált. Annyira szép, ennek az egész sorozatnak a borító dizájnja annyira tetszik, meg annyira hangulatos, például ez az egész itt az első könyvnek a hangulatát nagyon szépen idézi szerintem. A második, ez a könyv egyébként abszolút részben, olyan 90%-ban a borító miatt döntöttem, úgyhogy el szeretném olvasni, mert hát a borító keltette fel a figyelmet. Ez Theodora Gosztól az Alkimista lányának különleges esete. Ezt nézzétek meg. Hát ez valami gyönyörű, és pont ezt néztem, hogy nagyon hasonló az eredetihez, de nem teljesen ugyanolyan, szóval viszonylag megtartották, és nagyon bölcs döntés volt szerintem, mert annyira szép ez az indás mintázat, ott meg fölül van rajta egy cica is, nagyon-nagyon szép. És pont valamelyik nap néztem a második-harmadik rész angol borítóit, és így nagyon-nagyon-nagyon gyönyörűek, úgyhogy ez a könyv már azért kap egy plusz pontot, hogy ilyen szép a kivitelezése. Amúgy pont azt nézem, hogy feltűnően sok lila borító van itt. A lila a kedvenc színem, lehet ezért. A következő az Christina Laurentől az Autobiography. Ezt a Secret Santán kaptam. A 20-as Secret Santán kaptam Attilától, de amikor már ez BookTube könyvklub havi könyv volt, akkor is annyiszor beszéltük, hogy ennek olyan szép borítója van, és ez a lila átmenet, ez abszolút így nekem való, tehát, hogy lila borító, lilás borító jöhet. Imádom. És annyira, annyira tetszik ez is. Ez a színvilág, ez abszolút ilyen, jaj, azonnal megvesz engem kilóra. És itt egy kis könyvecske, ott állnak rajta fönn. Nagyon-nagyon szép, imádom. Ezt még nem olvastam egyébként. Na a következőt ezt mutogattam már az Oscar díj osztós tag videómban, ahol a legjobb borító díjat kapta a tavalyi olvasmányaim közül. Ez a Girls of Paper and Fire Natasha Ngantól. Hát igen, ennek a könyvnek is elsősorban a borítója keltette fel az érdeklődésemet. Az egész sorozatnak nagyon szép a dizájnja, de nekem ezt tetszik a legjobban eddig, mert lila. Ez a legerősebb érvem amellett, hogy miért tetszik egy borító. Mert lila. Igen, szóval mutatom, hogy átfókuszál, annyira szép, nagyon, nagyon tetszik. És ugye nincs rajta sok minta, tehát hogy ez így, tényleg így a szín, meg ez a kis tűz, ez ilyen hangulatteremtés az egész könyvhöz, és nagyon szép. A belsejéről nem vagyok annyira biztos, mert vannak benne problémák ebben a könyvben, tehát amikor volt az élőki beszélünk, akkor is megvitattuk, hogy azért nem volt tökéletes, de a borító az mindenképpen sokat hozzáad az élményhez. A következő szintén lila lesz. Cressida Calvettől a Hajdan varázslói. Ennek annyira gyönyörű a borítója, ez az egész, ahogy a felirat is rajta van. Ez a bronzos felirat, jó, hátul van bronzos felirat rajta. Ja, így pont jó csillog. És én szeretem ezt a Cressida Calvett stílusú illusztrációkat is, amik általában a borítókon vannak meg belül is, tehát, hogy
van Cressida Cowell-nek egy stílusa, nem egy Picasso, de szerintem a magukhoz a könyvekhez amúgy nagyon jól passzolnak az ő rajzai, és hát de most őszintén rá tud valaki nézni erre a borítóra és azt mondani, hogy nem szép? A következő az már egy régebbi kedvencem, de ezt még nem mutogattam ilyen szép borító szinten. Szintén lila! Ez Rainbow Rowell-től a Carry On, és ez olyan, hogy nagyon sokféle borítóval kapható, és én azért ezzel vettem, mert nekem ez a borító tetszett a legjobban. Ez azért problémás, mert a második rész az már nem volt ebben a méretben nyomva, mert hogy ez ilyen nagyon speckós méret, tehát a második résznek a puha táblása is más méret, mint ez, és a kemény táblás is, úgyhogy nem volt túl jó döntés olyan szinten, hogy passzoljanak a gerincek, de azt elengedtem, mert inkább olyan borítóval vettem meg a Carry On-t, meg a második részét is, hogy ami tetszik, de nem illenek össze. Na mindegy, de ez is. Nekem ez nagyon tetszik, tehát eleve a két karakternek az ábrázolása szerintem tök jó, hogy rajta van, mert sokkal könnyebb így elképzelni őket. Neked lila. Tényleg ez a legerősebb érben a legtöbb könyv mellett. Ú, tényleg ebben van egy ilyen is. Van benne térkép is, nagyon profi. De nekem az összes Carry On kiadásból ezt tetszett a legjobban, úgyhogy abszolút azért ezt vettem meg. Nagyon-nagyon tetszik a design, a színvilág, megvett kilóra ez a kiadás. Na jó, a következőek már nem lilák lesznek. Van még itt Shannon McGuire-től a Minden szív kaput nyit. Ez nekem azért tetszik, mert egy annyira szép, nyugodt, meleg, természeti kép a borító, és olyan egyszerű, nincs túl gondolva, ott van mégis a szimbolikus ajtó, ami ugye a könyvben fontos szerepet játszik. De tényleg az egész olyan, mintha egy erdőben sétálna az ember, és akkor ott látná ezt, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik benne. És nincs túl gondolva, nincs túl rajzolgatva, csak így simán egyszerűen snasz módon itt van ez a kis erdőkép. Aztán itt van a Meseország mindenkié. Nekem ez a borító is nagyon tetszik. Ezekkel a motívumokkal, illetve a könyvbeli szereplőkkel, amik rajta vannak. Szerintem nagyon szép, nagyon a maga a rajznak a stílusa is nagyon tetszik, de az a belső illusztrációkra is vonatkozik, tehát én pont megtaláltam a pódilovat! Nagyon cuki, imádom! És hát itt középen is velünk, hogy tudom ezt így. Itt a kis unikorn is, meg a zőzike. Hát nagyon, szerintem annyira szép lett ennek a könyvnek a kivitelezése. Tehát nagyon, nagyon igényesen lett megoldva, úgyhogy az abszolút már csak azért piros pontot kell adni ennek a könyvnek, hogy ilyen szépre megcsinálták. Az utolsó könyv pedig, hát most a második részét hoztam ide, mert az elsőt azt szerintem nem mutogattam. Na mindegy, most akkor nincs rám az első, majd lehet bevágom. Ez Huszti Gergelytől a Mester Alvók, Viadala, majd akkor ide bevágom a Mester Alvók hajnalát. Ennek a két könyvnek annyira gyönyörű a borító dizájnja, hogy az valami eszméletlen. Ugye az első az fekete alapon ez az arany minta, ez meg fehér alapon ez az arany minta, tehát kicsit messziről nehezen látszik, de hát közelebbről szerintem brutálisan gyönyörű. Igen, apa ezért vette meg, mert mondta, hogy ez kell, ez túl szép ahhoz, hogy ne vegyük meg. Igazából eredetileg több könyvet írtam össze, de hogy ezt nem tudtam volna ide cipelni, és igyekeztem leszelektálni, hogy tényleg a legszebbeket mutassam. Az elmúlt időszakban ezek voltak a legszebb könyvek, amik a polcomra kerültek. Nem vagyok tipikusan az az ember, aki abszolút borító alapján ítélne meg egy könyvet, vagy borító alapján dönteni el, hogy valamit elolvas. A borító az nekem ahhoz kell, hogy felkeltse a figyelmem. És nyilván, hogyha van több kiadás, akkor igyekszem a legszebb borítósat megvenni, mert azért szeretem, ha olyan esztétikus a polcom, és olyan szép könyvek adnak rajta. Meg ha már kiadok érte pénzt, akkor úgy szeretem, ha tetszik a borító, és nem azt mondom, mikor így ránézek a küllemére, hogy nem baj, a belsejét szeretjük. És ezekkel a szép borítókkal próbálom most idézni a tavasz jövetelét még, mert már nagyon szeretnék jó időt és virágokat. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!